a szubjektív biztonságérzet megteremtése. Ez az elsődleges célja és feladata egy iskolaőrnek. De a biztonság nem csupán a diákokat, hanem a tanárokat és az iskola minden dolgozóját egyaránt megilleti. Pavanello Ervin azóta dolgozik iskolaőrként, mióta ez a pozíció megszületett, és úgy véli, a munkája nagyon fontos ahhoz, hogy egy iskola megfelelően tudjon működni. Ehhez persze el kell nyerni többek között a gyerekek bizalmát. Én úgy végzem a szolgálatomat, hogy nagyon sok, tehát nagyon fontos a kommunikáció velük szemben. Ha el tudjuk nekik mondani, és preventív jelleggel mondjuk el nekik azt, hogy milyen hátrányos következményei lehetnek a tettüknek, bármilyen cselekedetüknek, szabálysértés, bűncselekmény, akkor és megkérjük őket, hogyha bármi olyan van, akkor nyugodtan, jó szívvel forduljanak hozzánk, akkor igenis fordulnak, és akkor még az elején helyre lehet hozni azokat a dolgokat, amik esetleg későbbekben már annyira nem. Az iskolaőrség egyik legelső tagjától megtudtuk, hogy a leggyakoribb dolog, ami ellen fel kell lépniük, az a kirekesztés és az abból adódó iskolai konfliktusok. A diákok egymás ellen már nem csupán verbálisan szavakkal lépnek fel, hanem az úgynevezett cyberbullying is gyakori fegyver, azaz valamilyen online felületen kommentekkel vagy üzenetekkel bántalmazzák társukat. A különböző erőszakos cselekmények, mint például a fenyegetés vagy a fizikai erőszak, illetve a tiltott szerek használata szintén sok feladatot ad az iskolaőröknek. Hogy ezt mind kezelni tudják, a BRFK oktatásért felelős részlegétől kapnak kiképzést. Az iskolaőrök képzése 3 modulból áll, 1 hónap időtartamban történik a képzés. Ez magába foglal egy általános jogi ismereteket, intézkedés taktikai ismereteket és pedagógiai konfliktus kezelő ismereteket sajátítanak el a képzés alatt. A képzést a rendészeti, oktatási és kiképzőközpont végzi, ez ennek Adiliget ad helyet, ott történnek a képzések. Az iskolaőröknek nincs fegyverhasználati jogosultságuk, de indokolt esetben kényszerítő eszközöket alkalmazhatnak a munkájuk során. Már a képzésük alatt a BRFK állományába tartoznak, így egyenruhát és bért kapnak. Iskolaőrnek az jelentkezhet, aki megfelel az alkalmassági feltételeknek. Iskolaőrnek jelentkezhet minden olyan 18. életévét betöltött cselekvőképes magyar állampolgár, aki egészségügyi, fizikai és erőnléti alkalmasságvizsgákon részt vesz és ezeket teljesíti. Belföldi bejelentett állandó lakcímmel kell, hogy rendelkezzen, és minimum középfokú iskolai végzettséggel, továbbá egy hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges még a iskolaőrnek való jelentkezéshez. Az iskolaőrök jelentkezése folyamatos, tehát bármikor lehet csatlakozni, folyamatosan indulnak képzések. A végzett iskolaőröknek pedig időről időre továbbképzéseket szervez a BRFK.